Magyar Falu program. 75 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az 5000 lélekszám alatti települések. Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai, idén közel 6 milliárd forintot osztanak szét a különböző civil szervezetek között. Folyamatosan kátyúznak Nyíregyházán, eddig 146 helyszínen közel 3 millió forint értékben végzett útjavításokat a Nyír VV Nonprofit Kft. €75 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a települések februártól a Magyar Falu programban. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyar Falu programban minden olyan település, akár város is pályázhat, amelynek lélekszáma nem éri el az 5000 főt. A fejlesztési lehetőségek ütemezetten jelennek majd meg 18 célterület mentén, amelyet a kormány fogalmazott meg. Így például pályázni lehet intézmények korszerűsítésére, orvosi eszközök beszerzésére és járdák felújítására is. Vásárosnaményban találkoztak a térség polgármesterei csütörtök délelőtt. A Magyar Falu program részleteit ismerhették meg a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztostól. Gyopáros Alper arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy az összesen 75 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodó program februártól indul, és minden 5000 lélekszám alatti település jelentkezhet rá, akár kisvárosok is. A fejlesztési lehetőségek ütemezetten jelennek meg. Az év harmadik negyedévben írják ki majd az utolsó, 18. célterület pályázatát. A 18 célterületen kívül megfogalmaztunk további 12 alprogramot is, tehát összesen kb. 26-28 olyan célterület van, ergo mondhatjuk azt, hogy egy nagyon széles étlapot kínálunk a települések számára, és tulajdonképpen a települések maguk határozhatják meg, hogy erről az étlapról hogyan állítják össze a menüjüket. Klasszikus történetekről beszélünk, intézményfelújításokról, intézmények működésének javításáról, bölcsödék, óvodák, orvosi rendelők, mélyépítési munkákról, járdák, belterületi utak felújításáról, temetők, ravatolozók felújításáról, falugondoki szolgálatok minőségének javításáról, falugondoki és tanyagondoki buszok cseréjéről vagy buszvásárlási lehetőségről beszélünk. A tájékoztatón kiemelték, 2019-ben további 75 milliárd forint áll rendelkezésre mellékút hálózatok, állami 3, 4 vagy 5 szemjegyű utak javítására, valamint az úgynevezett falusi csok elindítására. Utóbbi programmal a vidéken maradást segíti a kormány. Gyopáros Alpár vásárosnaményi látogatása országjárásának 32. helyszíne volt. Erre azért van szükség, hogy a polgármesterek véleményét is kikérje a kormány a pályázatok kiírása előtt. Ez egy összehangolt tervezési folyamat, tehát természetesen a települési vezetőkkel végig fogjuk azt beszélni, hogy a toppos pályázatokból milyen fejlesztést tudtak megvalósítani. Mert önmagában fejleszteni az csak egy dolog, minden egyes fejlesztést fönt kell tartani és üzemeltetni kell, és itt azért ez egy aktív közös munkát feltételez a országgyűlési képviselő és a települési vezetők között. A pályázatok meghirdetésétől számítva egy körülbelül másfél-két hónapos időszakot biztosítanak a településeknek a felkészülésre, a pályázati anyagok összeállítására, majd a beadási határidőtől számított 60 napon belül a kormány kibocsáthatja a támogatói okiratokat, ezután pedig pár napon belül az önkormányzatok számlájára a támogatás összege is megérkezik majd. A településeknek nem szabnak határt, hogy hány kijelölt célra pályázhatnak, ezt maguk dönthetik el, illetve azt is, hogy mely prioritásokat részesítik előnyben. A tájékoztató helyszínét biztosító vásárosnamény a TOP forrásainak köszönheti az elmúlt évek fejlesztéseit. Közel 3 milliárd forintnyi az a forrás, amelyet sikerült lehívnunk. Ezek jelentős része a befejezéshez közeledik ezen projektek lezárása. Itt mindenképpen említenem kell a kerékpárutunkat, aztán az óvodafejlesztést, aztán ott vagyunk azon területen is, amikor nem kimondottan infrastruktúrát bővítünk, hanem a vállalkozásokat segítjük. Itt a foglalkozási paktumot kell említenem. Aztán a kettes szegregátor fejlesztése nagyon fontos volt, kiemelt feladata volt a városunknak, de az ipari területen is beindulnak hamarosan a munkálatok, és a zöldváros projektünk is nyert. A kormány a közeljövőben egy kisvárosi fejlesztési programot is indít azoknak a települések vagy városok számára, amelyek lélekszáma meghaladja az 5000 főt.
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai, melyeknek kiírója már a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. Magyarországon közel 60 ezer civil szervezet működik, ebből 220 nyíregyházi székhellyel. Fontos újítás, hogy ezek a szervezetek az egyszerűsített támogatást, vagy az összevont, vagyis szakmai és működési támogatást választhatják ezentúl. Civil szervezetek képviselői előtt jelentették be szerdán Nyíregyházán az új pályázati lehetőségeket. A NEA, vagyis a Nemzeti Együttműködési Alap idén közel 6 milliárd forintot oszt szét a különböző civil szervezetek között. A rendszer egyik változása, hogy összevonták a működési és a szakmai pályázatokat, de lehetőség van egyszerűsített pályázatok kitöltésére is. A változtatások célja, hogy csökkentsék a pályázó civilek adminisztratív terheit. Tavaly közel 16 ezer pályázatot nyújtottak be a NEA kiírásokra, idén 20 ezerre számítanak. Számukra az országban 20 civil információs centrum nyújt segítséget a tájékozódásban. Most az ő működési költségeit is nagyobb mértékben támogatja az állam. Azt figyeltük meg, hogy ez a konstrukció, ami nem olyan nagyon régóta lett létrehozva, nagyon jól működik. Ezért a tavalyi 315 millió forint helyett idén 386-ot osztottunk szét, és tekintettel arra a tényre, hogy bár most konkrét számokat nem szeretnék említeni, de tekintettel arra a tényre, amit elmondtam most már több helyütt is, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye az egyik leghatékonyabb megye, ami a pályázati lehívásokat illeti. Ezért ez a megye idén is nagyon szép támogatásban részesül, már legalábbis ugye a civil információs centrumot értem ez alatt, tehát megnöveltük itt is a támogatást, mint hogy általában megnöveltük, de itt talán egy picit még jobban, mert itt a százalékos lehívások jobbak, mint országosan általában. Megyénkben több mint 3000 civil szervezet működik, ők közel 1300 pályázatot nyújtottak be. Ezzel Szabolcs-Szatmár Bereg megye a harmadik legeredményesebb megye. Mind nominális összeg tekintetében, mind a lakosságszám arány és elnyert pénz arányában, mind pályázati arányban kiemelkedő. A megye harmadik legtöbb pénzt kapta tavalyi évben, harmadik legnagyobb a lakosságszám arányosan is a nyerési arány, és az egyik legtöbb pályázat innen érkezett, 1100 pályázat, ami egy nagyon komoly pályázati szám. Én azt gondolom, hogy ehhez a komoly pályázati számhoz mérve a 41%-os lakosságszám arányú nyerési arány az egy nagyon kiemelkedő arány, és én azt remélem, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei civil szervezetek ugyanilyen jó munkát fognak az idejében is végezni, és ugyanilyen hatékonysággal fognak tudni pályázati forrásokhoz jutni a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. Ez az ő munkájukat dicséri, mi csak egy eszköz vagyunk a Civil Információs Centrum, ami segíti a munkájukat, de ők végzik a munkadandányát. A statisztikák szerint több mint 15%-uk szabadidő, hobbi, sport és kultúra területén tevékenykedik, 13%-ot tesz ki az oktatás, közel 9%-ot pedig a szociális ellátás területe. De sokaknak a területfejlesztés vagy épp az egészségügy a fő tevékenységi köre. Én azt gondolom, hogy azért fontos ez, és látható az is, hogy az önkormányzattól és az államtól terheket vállalnak át a civil szervezetek. Egy-egy jó program, akár a szociális életterületén, akár a kulturális, az oktatási életterületén, vagy itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből adódik a határmenti kapcsolatok erősítése. Ez fontos, és a civil törvény pedig lehetővé teszi, hogy most változás is van, hogy a nagyobb léptékű pályázatoknál összevont pályázatokat adnak be. Ez azt jelenti, hogy a szakmai és a működési pályázatok nem különülnek el, hanem pályáznak egy összegre a civil szervezetek, és abból valósítanak meg szakmai programot, illetve működési költségekre is lehet fordítani. A Tiszalöki Fórumon az is elhangzott, hogy 2010 és 2017 között a civil szervezetek összes állami támogatása 144 milliárd forintról közel a duplájára 284 milliárd forintra nőtt. Eddig 146 helyszínen közel 3 millió forint értékben végzett útjavításokat a Nyír VV Nonprofit Kft. Nyíregyházán. A társaság valamennyi utat felülvizsgálja a városban, és ennek megfelelően folyamatosan végzik az önkormányzati tulajdonban lévő utak javítását. A helyreállítás jelenleg a hideg kátyúzásos technológiával történik. A Jósafvárosi piacnál javítják az aszfaltot a Nyír VV emberei. A szélsőséges időjárás az utakat sem kímélte, Nyíregyháza több útszakaszán is kátyúk keletkeztek. A Város Üzemeltető Társaság célja, hogy minél hamarabb biztonságosabbá tegyék ezeket az utakat.
A vállalat eddig 146 helyszínen végzett útjavításokat. Társaságunk folyamatosan végzi az önkormányzati tulajdonban lévő utak kátyúzását. Megvannak az utaknak a besorolási sorrendjei, hogy milyen kategóriákba tartoznak. Először a elsőrendű, másodrendű utakkal kezdünk, és utána megyünk lejjebb a kategóriák szerint. Próbáljuk mindenhol minél hamarabb megszüntetni a kátyukat. Sajnos az időjárás az nem kedvez a kátyuknak, mert például pont tegnap 10 fokkal melegebb volt, mint tegnap előtt. Ez az időjárási viszonyok, ezek nem segítik a munkánkat. A helyreállítás az úgynevezett hidegkátyúzásos technológiával történik, melynek célja a jelentősebb úthibák javításával a balesetek és károk elkerülése. Téli időszakban csak hideg aszfalttal tudunk kátyúzni, mert az aszfaltkeverők azok április elején indulnak be, amikor a meleg aszfaltot tudják gyártani. Itt most a kátyukat tudjuk megszüntetni. A meleg aszfaltos nagy útjavításos programunkban ott nagyobb felületeket, egybefüggő útszakaszokat tudunk majd megújítani. Előre láthatóan május végén, június elején tervezzük ennek az elkezdését, hogy ne zavarjuk az iskolai időszakot. A társaság eddig 3 millió forint értékben 75 tonna hideg aszfaltot használt fel az úthibák javítására. Évente átlagosan ennek duplájára van szükség valamennyi kátyú eltüntetéséhez. A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valakinek a gépjárművében az úthibájából kára keletkezik, az útkezelőjénél kell bejelentést tennie. Önkormányzati útak esetében a Nyír VV Non-Profit Kft-nél kell jelezni a kárt, a továbbiakat a biztosító társaság határozza meg. 1,3 millió forint értékben kaptak új technikai eszközöket a helyi védelmi bizottságok elnökei. A cél, hogy növeljék a megelőzési munkák hatékonyságát. A felkészült szakemberek és a modern eszközök jelentik a garanciát az emberek védelmére. A megyei védelmi bizottság minden évben különít el arra forrást, hogy a helyi védelmi bizottságok, amelyek a járási hivatalokra épülnek, jobb felszereltséggel rendelkezzenek. Fontos, hogy ha egy veszélyhelyzet jelentkezik a megyében, gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni a szakemberek. Ehhez az is szükséges, hogy a mindennapi felkészülési munka hatékonyságát is növeljék új, modern eszközökkel. A kormányhivatal minden év, az elmúlt években több millió forintot fordított arra a célra, hogy megfelelő számítástechnikai eszközökkel tudjanak dolgozni azok a kollégáink, akik ezt a felkészülő munkát végzik. Az idejében 1,3 millió forintból vásároltunk szünetmentes tápegységeket, számítógépeket és kivetítőket az ottani felkészülési munka támogatására. A helyi védelmi bizottságok tevékenységét a megyei védelmi bizottság éves munkaterve határozza meg. Ezek a munkák ténylegesre apró pénzre váltva, gyakorlatok, illetve azok a felkészülési tevékenységek, amelyek az állampolgárok biztonságát, veszélyeztetettség feldolgozását, illetve azokra felkészülést jelentik, ezekhez minden évben a megyei védelembizottság biztosít egy eszközkeretet. Ez már 2013-tól folyamatos munkát jelent a védelmi titkárság számára, és többnyire ezek számítástechnikai eszközök voltak idáig, most is jelenleg is irodaszerek, illetve fényképezőgépek, azok a technikai eszközök állnak rendelkezésükre, amik a napi munkavégzést segítik. A helyi védelmi bizottságok megfelelő működését elméleti, felkészítő előadások és gyakorlatok segítik, amelyek az új eszközökkel még hatékonyabbak lehetnek. Hiszen a lakosság védelmének alapja, hogy felkészült és felelősségteljes szakemberek vegyenek részt a munkákban. Út 19-es futszáltornát rendez vasárnap a Nyíregyházi Sportcentrum. A hagyományteremtő céllal életre hívott tornán 8 csapat méri összetudását a Continental Arénában. A futszál népszerűsége folyamatosan nő Magyarországon, a megyebeli csapatok közül a Nyír Gyulai az NB1-ben, a Csengel az NB2-ben szerepel. Nyíregyházán az elmúlt évben alakult meg a Blue Sharks futszál, amely az NB3-ban játszik. A jövőt tekintve szeretnének feljebb lépni, és szélesíteni akarják az utánpótlás bázist is. Ennek egyik első lépése az az utánpótlás torna, amelyet vasárnap rendeznek a Continental Arénában. Az U19-es tornát azért találtuk ki, hogy népszerűsítsük a futszált, és ezt minden évben szeretném megrendezni, tehát nem az első és az utolsó, hanem ezt minden évben szeretném megrendezni.
És igazából meg másik dolog az, hogy volt rá sok érdeklődő. Sajnos mondom, amit tehát az NB1-es futszál ugye keresztbe rakta azokat a dolgokat, hogy nem tudtunk nagyobb csapatokat tenni, de úgy gondolom ez is egy elsőre egy 8 csapatos torna, az tökéletes. És ez, jönnek csapatvezetők amúgy, nem csapattal, de olyan csapatvezetők is jönnek az NB1-ből, akikkel ugye tudunk akár szerződést kötni, hogyha ne tőlünk megyen játékos, ugye utánpótlásból megyen Budapestre tanulni, akkor ugye legyen neki a helye. Hát igazából nekünk ez a cél, hogy minél jobban népszeressük a futszált. Székely János reményei szerint a rendező Nyíregyházi Sportcentrum együttese főszereplő lesz a tornán. Szerintem ott kell, hogy legyünk az első négyben. Igazából én azt mondom, hogy a döntőbe, mostani felállás szerint. A lebonyolítás az úgy működik, hogy 2x4-es csoport lesz, csoportonként fog lemenni a mérkőzés, onnan az első kettő jön ki, és akkor játszik a négy csapat, ott ugye a két vesztes játsza a harmadik, negyedik helyet, és a döntő az első, második. A döntő számításom szerint 16-30 körül van vége, akkor kezdődik el, hogyha nincs valami csúszás. A torna első meccsén vasárnap reggel 9 órakor a házigazdák csapata a Demecseri Arnold Sport együttes ellen lép pályára. Az MB2 északkeleti csoportjának 7. helyén várja a tavaszi folytatást a Kölcsei Déese női kézilabda csapata. Hadobás István együttese 3 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. A diák csapat a bajnokság második felében előrébb szeretne lépni a tabellán. A Hajdúböszörmény elleni vereséggel kezdte a szezont a sérülésektől sújtott Kölcsei Déese, majd Miskolcon nyert maga biztosan Hadobás István együttese. A folytatásban szoros meccsen a Debrecen 22-es gárdájától kapott ki a diákcsapat, majd 2 győztes mérkőzés következett. Ózdon 5 góllal, a Kazincbalszika ellen pedig egy gólgazdag mérkőzésen 3 találattal nyertek a Hadobás tanítványok. Az ősz utolsó 4 meccsén viszont már nem szereztek pontot a nyíregyháziak, akik így 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 7. helyen töltik a téli szünetet. A sportban nincsenek véletlenek, természetesen ezúttal sem. Azt gondolom, hogy minden csapatnak van az életében ilyen időszak, és őszintén az elmúlt 28 év alatt sok mindent megértünk, de ilyen sérülés hullámot nem. A legjobbjaink estek ki, sőt, utána azok is, akik helyükre kiszemelt ifjúsági játékosok szintén kiestek sérülések miatt, úgyhogy azt gondolom, hogy erősödik ezzel is a csapat. Én magam is egy kihívásnak tekintem, úgyhogy bizakodva várom a tavaszi folytatást. Természetesen nem vagyunk elégedettek az ősszel, de mint mondtam, nincsenek véletlenek a sportban. A Kölcsei több mérkőzésen is szoros csatában maradt alul, a 100%-os teljesítménnyel listavezető Füzesabonytól is mindössze 2 góllal kapott ki a Dobás István együttese. Ha 1 góllal kikapunk, akkor megérdemeljük az 1 gólos vereséget, viszont ha 1-en nyerünk, azt is megérdemeljük, úgyhogy nagyszerűen játszottunk azon a meccsen, sajnálom, hogy nem nyertünk, de majd tavasszal megpróbálunk pontokat gyűjteni, és biztos vagyok benne, amennyiben sérülteink is felépülnek, bár hozzátéve 2-3 ember közülük biztos, hogy nem fog tavasszal játszani. Nagyon erős a csapatom morálisan, nagyon szépen dolgoznak edzésen, viszont a mérkőzésen megremegnek a kezek, természetesen amikor hiányoznak a legjobbak, akik eddig eldöntötték a mérkőzés meg a 2 pont sorsát. Úgyhogy fel kell nőni a feladathoz azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak, viszont nálunk nagyobb csapatok is komoly vérveszteségként kezelik, ha ilyen nagy sérülés hullám van. Úgyhogy mindezek ellenére is bízakodó vagyok. A Kölcsei január 7-e óta készül a tavaszi rajtra, amelyen február 17-én a Hajdúböszörményt fogadja majd a diákcsapat. Vereséget szenvedett az Australian Open második körében Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező 1 órás esőszünettel megszakított mérkőzésen a 11. helyen kiemelt horvát Bornát Csoricstól kapott ki 6-4-6-3-6-4-re. Fucsovics vegyes párosban Babos Tímeával az oldalán lép majd pályára Melbourneben. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Februárban indul a Magyar Falu program, amelyet a kistelepülések fejlesztésére indít a kormány. Az 5000 lélekszám alatti kisvárosok és községek egyaránt pályázhatnak majd a 75 milliárd forintos keretösszegre. A fejlesztési lehetőségek ütemezetten jelennek majd meg 18 célterület mentén, amelyet a kormány fogalmazott meg. Így például pályázni lehet intézmények korszerűsítésére, orvosi eszközök beszerzésére és járdák felújítására is.
A Nemzeti Együttműködési Alap idén közel 6 milliárd forintot oszt szét az ország közel 60 ezer civil szervezete között. A pályázatok kiírója már a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT. Fontos újítás, hogy a szervezetek az egyszerűsített támogatást, vagy az összevont, vagyis szakmai és működési támogatást választhatják ezen túl. Tavaly közel 16 ezer pályázatot nyújtottak be a NEA kiírásokra, idén 20 ezerre számítanak. Eddig 146 helyszínen közel 3 millió forint értékben végzett útjavításokat a Nyír VV Nonprofit Kft. Nyíregyházán. A társaság valamennyi utat felülvizsgál a városban, és ennek megfelelően folyamatosan végzik az önkormányzati tulajdonban lévő utak javítását. A helyreállítás jelenleg a hidegkátyúzásos technológiával történik. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták január 17-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjszaka egy hidegfront éri el az országot, a megnövekvő felhőzetből péntek délelőttig többfelé várható eső, havas eső, főként a hegyekben hó. Később a csapadékrendszer fokozatosan kiszorul az országból, és a front mögött megkezdődik a száraz, több fokkal hidegebb levegő beáramlása. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, havas eső, havazás egyaránt várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 fok körül alakul. A hétvégén, illetve hétfőn a sok felhő mellett általában rövidebb, napos időszakokra is számítani lehet. Főleg a déli és a keleti ország részben fordulhat elő szorványosan hószálingózás, kisebb havazás. A következő napokban jobbára erősen felhős időre van kilátás, több helyen vegyes halmaz állapotú csapadékkal. Északnyugaton havazás, délkeleten eső lesz a jellemző. A hőmérséklet többnyire a sok évi átlag körül valószínű.